mennyi és föld teremtőjében. Hisztek-e Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a haláltól, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Hiszünk. A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert ha halálának hasonlóságában egyben ültünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsetek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Töltsd el, Urunk, Ferenc pápánk, Csaba püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Segíts, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásokon egész életükben hűségesek maradjanak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyatottoknak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Újítsd meg egyházközösségünk életét áldozatkészségben és szeretetben. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei Atyánk, Szent Fiat feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és így egykor eljussunk Fiad dicsőségében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.